Szeretném megkérni a nyírvévi ügyvezető urát, hogy az alkalmazás hitelesítését és közzétételét tegye meg egy gombnyomással. Már csak ez az egyetlen mozdulat hiányzott ahhoz, hogy a nyíregyházi applikáció élessé váljon. Az új városi mobil applikációt azért hozták létre, hogy egyszerűsítse az ügyintézést. A telefon értesíti a felhasználót a helyi közszolgáltatásokkal kapcsolatos hírekről, városi eseményekről és rendezvényekről. Személyre szabott kialakításának köszönhetően pedig akár jegyvásárlásra is használható színházban, múzeumban, vagy akár a tömegközlekedési eszközön is. Az alapvető ötlet tulajdonképpen abból adódott, hogy a közszolgáltatás területén eltöltött hosszú évek során kerültem olyan helyzetekbe, amikor a nyíregyházi lakosság problémáival, bejelentéseivel kellett foglalkoznom, és a kommunikáció lakossággal az sokszor nehézségekbe ütközött. Ezért azon gondolkodtunk, hogy miként tudnánk minél jobb lehetőséget biztosítani a lakosság számára, hogy a bejelentéseit akár a városban tapasztalt hiányosságokról, akár javaslatokról legkönnyebben el tudja hozzánk jutni, és ne mindenféle felületek és fórumok használatával ott, ahol mindenféle akár nem odaillő kommentekkel ellátva kerüljön ez nyilvánosságra, hanem keressen meg bennünket közvetlenül, mert mi vagyunk azok, akik a leghamarabb tudunk a problémáján segíteni, és esetleg elébe menni a javítási lehetőségekkel. Az alapkoncepció megszületése után a fejlesztők célja az volt, hogy felhasználóbarát applikáció készüljön, amely akár egy kattintásra leegyszerűsíti a különböző ügyek intézését, a hulladék szállításától egészen a színházi jegyvásárlásáig. Az aktív felhasználók digitális díszpolgári rangot szerezhetnek. Az applikáció folyamatosan változó kedvezményeket, kuponokat is biztosít, melyeket nyíregyházi szolgáltatások igénybevételénél lehet érvényesíteni. Alapvetően mi igyekszünk mindig kutatni az új technológiákat, és a leginnovatívabb animációkat, képernyőfelépítéseket, view-hierarchiákat megalkotni. Viszont itt kénytelenek voltunk visszalépni egy kicsit, és azt mondani, hogy ha nagymamámnak a kezébe adnám ezt a telefont, akkor ezt hogyan fogja tudni használni. Egy kicsit át kellett állítani az agyunkat egy másfajta gondolkodásmódra. Azt gondolom, hogy ha most leültetünk bárkit az applikáció elé, akkor viszonylag könnyen feltalálja magát benne. Mire nyújt lehetőséget nekünk felhasználóknak ez az applikáció, nyíregyháziként vagy turistaként? Nagyon tág a szolgáltatási spektrum. Az olyan alapvető funkcióktól, mint a hírek és események, olyan sokkal bonyolultabb funkciókon át, mint például a különböző bejelentéseknek a tétele az önkormányzati cégek irányába, de továbbá egyébként a nyíregyházi városlakó beleszólhat a város életébe egy szavazáson keresztül, és még számos más apró, az ember életét megkönnyítő funkciót tartalmaz az applikáció, mint például az, hogy szól nekem az alkalmazás, hogy holnapra toljam ki a szemetes tároló edényemet, hiszen holnap fogják elszállítani. A fejlesztők bíznak az applikáció sikerében, amelyet folyamatosan fejlesztenek a visszajelzések alapján. Azt ígérik, hogy a hétvégétől az iOS és Android készülékekre is letölthető lesz a Nyíregyháza applikáció.